Az első osztály mind a két osztály itt van? Igen. Ötödikesek mind a két osztály itt van? Igen. Én most mindenen kívül azt szeretném elmondani, hogy ilyen még nem volt, hogy több testvérpár is van, aki elsős és ötödikes. Úgyhogy úgy fogadjátok szeretettel ezt a gyertyagyújtást, hogy ilyen még nem volt is első alkalom, hogy testvérpárok többen is vannak, és nyújtani lehet. Kedves Tököl is, iskola közösség! Adventi gondolatai. Advent és a karácsony eredetileg Jézusról szól, akiben testet ölt a szeretet, türelem és megértés. Advent lehetőséget ad az elcsendesedésre és az áldott várakozásra. Próbáljuk meg időnket jobban beosztani. Fordítsunk legalább ilyenkor több időt emberi kapcsolataikra. Gyakoroljunk türelmet, megértést másokkal szemben. Az ünnepük lényegének megértése segít majd abban, hogy ez az időszak különb legyen az átlagos hétköznapoknál. Csak az adventi naptárról szeretnék szólni. Az adventi kalendár. Az első nyomtatott adventi naptár 1908-ban készült a müncheni Lang kiadónál. Az ötlet állítólag Gerard Lang, a későbbi készítő édesanyjától ered, aki megunta, hogy kisfia minden este megkérdezte tőle, hogy még hányat kell aludnia karácsonyig. Ezért fogott egy kartont, 24 mezőre osztotta, és mindegyikre rátűzött egy bombot. Kisfia minden nap megehetett belőle egyet. A már felnőtt Lang később erre az ötletre alapozva készített először adventi naptárt. És most, az első adventi gyertyagyújtás előtt hallgassuk meg a katolikus hittanosok köszöntőjét. Az első egy éneket fogunk elénekelni, és akkor szépen. Újjöjj, ó, jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő. Tört át az ég, zárt ajtaját, várj a világ, sovány halál. És az első felolvasásunk inkább egy kicsit a felnőtteknek szólt most. A időnket talán lehet egy picit, és Katika gondolataihoz is csatlakozva. Lehet egy kicsit változtatni. A második is felolvasás pedig a gyerekek és az ajándékozás, hogy nem feltétlenül a drága ajándékok a legfontosabbak. És akkor hallgassuk őket. Ha még egyszer élhetnék, a napokban valaki megkérdezte, ha a halál után még egyszer visszatérhetnék, másként élném ma az életemet. Hirtelen azt válaszoltam, hogy nem. Később mégis elgondolkoztam, és ha az életemet újra kezdhetném, kevesebbet beszélnék és többet hallgatnék. Azért, mert a lakásom tapétája kifakult, és a heverőm anyagai színét vesztette, nem gondolnék arra, hogy egyelőre nem hívok vendégeket. A nappaliban mernék száraz kenyeret enni, és nem félve a morzsáktól, és nem izgatna a kandalló körülötti rendetlenség sem. Türelemmel hallgatnám menyapámat, amikor fiatal éveiről mesélt. Nem követelném meg, hogy egy meleg nyári napon a kocsi ablaka fel legyen húzva, mert összeborzolódik a frizurám. Nem engedném, hogy a rózsa formájú gyertyán megolvadjon az egyik ablakban, hanem rendszeresen meggyújtanám. Gyermekeim már gyakrabban leülnék a parkba játszani, és kevesebbet gondolnék a fű által okozott zöld foltokra. Férjemmel jobban megosztanám a felelősséget. Heveny rosszul lét esetén ne feküdnék, és nem arra gondolnék, hogy nélkülem a hivatalban megáll az élet. Nem várnám, hogy terhességem 9 hónapja gyorsan elmúljon, inkább örülnék minden pillanatának. Hisz a bennem fejlődő élet egy lehetőség az Isten csodás tervével való együttműködésre.
fiamnak, aki izzadtan érkezett haza játékból, nem mondanám, elég volt, hagyd ezt abban, mosakodj meg, mert már kész a vacsora. Gyakrabban mondanám, szeretlek, de mindenektől, ha újból kezdhetném mindent, minden percet tudatosan élnék meg. Addig figyelnék, még tényleg meglátok mindent, átélném és nem engedném el soha. Életed minden pillanata Isten legszebb ajándéka, nevesd el magadtól, ne rohanj a bizonytalan holnap után. Élj mindig jobban, gondolj mindig jobbat, és legyél is mindig jobban. A mai nap, a mai hamarosan holnap lesz, és a holnap gyorsan örökké valóság. Arany csomagoló papír. Egyszer egy ember megbüntette a lányát, amiért eltüntette a drága pénzén vásárolt aranycsomagoló papírját. Az apa azonban nem tudta, hogy a lány hosszú órákat töltött azzal, hogy az aranypapírból kivágjon egy darabot. Majd az apja számára készített egy ajándékot, becsomagolta és a fa alá tette. Mikor szenteste az apja meglátta az ajándékot, kibontotta, látta, hogy a doboz belül üres. Azt mondta a lányának: tudod, kislányom, ajándékban nem szokás senkinek üres dobozt adni. De apa, így a lány, hiszen ez a doboz nem üres, tele van csókokkal, amiket én raktam el neked karácsonyra. Az édesapa könnyeivel küszködve ölelte át a karácsonyfa mellett kislányát, és bocsánatot kért tőle. Innentől fogva pedig minden reggel kivett egy csókot a dobozból, hogy a munkájához erőt merítsen. Mindannyiunknak van ilyen arany doboza, amely tele van csókokkal a gyermekünktől, családunktól, barátainktól, Istentől. Új, megnyílt az ég harmadhozva, megváltókat, hogy ne hozza. Ég felfői nyíratok szét, hozva Jákob fejedelmét. Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi ajándékok, fölgessetek már ma este minden pici ablakon, palotában és kutyóban, nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet.
Áldott adventet kívánok mindenkinek, és nagyon szép napot. Köszönöm. Jó köszönöm.